Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, megkezdjük szokásos esti közéleti magazin műsorunkat, amelyben ma is aktualitásokkal várjuk a kedves nézőket a képernyők elé. Szó lesz a filmszemléről, hiszen a mai napon rajtolt el ebben az esztendőben, immár 5. alkalommal a Szavária filmszemle. Itt van már stúdiónkban az egész rendezvénynek a szellemi atya és hajtó ereje, Lovas Tibor igazgató úr. Szó lesz az Ultra Balatonról, nem úgy önmagában az egész rendezvényről, hanem az egyik résztvevőjéről, hiszen a tűzoltóságnak az egyik munkatársáról van szó, aki teljesítette ezt a nem akármilyen távot. Majd műsorunk utolsó harmadában az oszkói vigasságokkal foglalkozunk, hiszen most 25-én ezen a héten, május 25-én ünnepeljük Szent Orbán napját, Oszkón pedig ilyenkor tartják az Orbán napi vigasságokat. Erről fogunk egy kicsit beszélgetni az esemény szervezőivel. Hölgyeim és uraim, kedves nézőink, tartsanak velünk a ma este folyamán. Kezdjük tehát az első beszélgetést. Most éppen azt kérdőjelezte meg igazgató úr, hogy valóban ő a hajtó motor, de hát ha egy esemény beindul, és az már 5. esztendeje tartja magát, és egyre szélesebb körben hódítja meg a filmvilág szerelmeseit, az alkotókat, a kreatívakat, akkor méltán mondhatjuk szerintem, hogy motorja ennek az egész rendezvénynek. Nagy tisztelettel köszöntöm igazgató úr a műsorban. Köszöntöm én is a kedves nézőket, és köszönöm a meghívást, Dani. Hát ez a 23-a is elérkezett, ez egy bűvös nap ebben az esztendőben. Általában áprilisban szoktuk tartani, ez most idén egy kicsit eltolódott ide a májusra. De elrajtolt a mai napon egy konferenciával a TIT-ben, a TIT székházban, és aztán most jön majd a java. Mi mindennel várjuk a filmvilág szerelmeseit, illetve miért Szombathelyre fókuszál most ebben a pár napban a filmvilág, hát most szűkebb pátriánkban Magyarországot tekintve? Annyi minden van a fejemben, hogy miként és hol kezdjem el a választ. Valóban elindult ma a konferencia, de reggel 9-kor már az ingyenesen megtekinthető vetítés a sorozat, filmes program, amely a kamarateremben zajlik, és ahogy engem értesítettek erről, reggel 9-kor már két néző ott toporgott, és várták, hogy induljon a vetítés. Egy nagyon szép programfüzetünk van, ebben percre pontosan vannak leírva a filmek, amelyeket vetítünk, sőt, szerepel a filmben mind a 204 pályamű. Beosztva kategóriánként, én erre nagyon büszke vagyok. Az, hogy miért májusban lett a szemlénk, ennek is van egy magyarázata. Nevezetesen megpróbáltunk először egy Európai Uniós pályázaton támogatást nyerni a filmszemléhez, melynek az volt a feltétele, hogy 2018. május 1-e utáni eseményeket támogatnak csak. Hát most nem leszünk az Unió által támogatva, megkaptuk az értesítést, de ettől még mi nagyon boldogok vagyunk, és szeretettel várunk mindenkit ezen a három napon a vetítésekre a Szavária Filmszínházba, és talán még azt kellene itt elmondanom, hogy ma Budapesten jártam a Kvóta Fórumon. A Kvóta Fórum azt jelenti, hogy a médiahatóság által támogatott filmeket ilyenkor mutatják be, és ezekből a filmekből válogathatnak a helyi televíziók is, hogy melyeket tűzik majd aztán napirendre, és nagy örömömmel szolgált, hogy ebben a vaskos kiadványban, a mecenatúra kiadványában hosszú-hosszú évek után először mi is szereplünk, tehát a tavaly esztendőben az Egyházmegye kincsei 1-2 sorozattal templomokat mutattunk is be néha-néha a mi műsorunkban. Szereplünk ebben a kiadványban. Én remélem, hogy a következő esztendőkben azokon a sorokon szerepelünk majd, ahol egy picivel több pénz dokumentumfilmekre, ismeretterjesztő filmekre adnak ki, de mindenhez kell például egy ilyen filmszemle, hogy ismertek legyünk. Debreceni kollégám szólt rám, hogy te Paci, Debrecenből jövet menet, állandóan te szóltál a Kossuth Rádióban a Szavária filmszemlétekkel. Szívből gratulálunk egyrészt, másrészt pedig kívánjuk azt, hogy egyéb rendezvényeken is ott lehessetek a film készítés tekintetében, hogy ők már ott vannak egy nagyobb televízió, nagyobb stábbal, jobb lehetőségek mellett nyilván hamarabb jut el erre a szintre. Mi viszont eljutottunk arra a szintre, hogy az idén egy konferenciával
tűztük meg, egészítettük, kipótoltuk ki, színesítettük a filmszemlénket, és holnap délután jönnek azok az előadók, akik a szakmában azokon a helyeken foglalnak pozíciókat, ahol például pályázatokról döntenek. Ők egyébként már egy jó ideje itt vannak velünk, tehát a médiahatóság részéről Kollarik Tamás médiatanácsnok úr, a Mecenatúra program koordinátora lesz majd tart egy előadást a támogatási lehetőségekről, a Művészeti Akadémiától, Bugya Sándor, a dokumentumfilmes Bugya Sándorról beszélünk, ő a Művészeti Akadémia filmes tagozatának elnöke, az ő lánya Bújja Zsófia egyébként a magyarországi moziknak nagyon meghatározó személyisége, a mozi közösség teremtő hatásáról beszél majd, de itt lesz Rófusz Ferenc, Oscar-díjas filmrendező. Nagy örömömre ma egy olyan valaki mellett ültem Budapesten, előkelő helyen, akit egyszer csak megszólítottak, és közölték vele, hogy hát ugye több Oscar-díjat is nyertünk mi magyarok már, és hát egy valakinél itt ma este, vagy ma délelőtt itt van egy Oscar-díj. És ott mellettem egy hölgy lenyúlt egy ruhás szatyorért, és kired belőle egy Oscar-díjat. És én ott ültem mellette, és azt mondtam, hogy ilyen nincs. Tehát ezért nekem el sem kell utaznom, hogy egy Oscar-díjat ilyen közelségből lássak. Szóval vannak ilyen furcsaságok, érdekességek, de visszatérve még a Művészeti Akadémiára, a médiahatóságra, a Nemzeti Kulturális Alap is támogat bennünket, és a holnapi nap során délután a mozi nagy előadó termében, tehát a nagy teremben lesz egy díszbemutatója az Örök tél című magyar filmdrámának. Köblin Norbert forgatókönyvíró, aki már Balázs Béla díjas forgatókönyvíró, és itt gratulálhatunk majd neki, illetve Lajos Tamás, aki a Nemzeti Kulturális Alap filmes bizottságának elnöke, ő a producer ennek a filmnek. A vetítést követően egyébként közönség találkozó is lesz. A lényeg az, hogy ezen a vetítésen ingyenesen részt vehet bárki. Szóval most így alakul ez a program, holnap délelőtt már 9 órakor Székely János püspök úr tart előadást a TIT székházban, az egyházi média közösségformáló szerepéről, aztán Gáncs Péter evangélikus püspök úr jön, és folytatódik majd az előadások sora. Péntek délelőtt pedig ugyancsak a TIT székházban a diákfilmeseké lesz a terep, hiszen megismerkedhetünk azzal, hogy hogyan tovább diákfilmezés, tehát készült Magyarországon egy koncepció arról, hogy mikor kell, meg mikor lehet fülön csípni azokat a tehetséges középiskolás korú gyerekeket, akik a filmezés terén már kezdik letenni a maguk névjegyét, hogy később aztán, ha nem is mellettem felálló, de egy Oscar-díjjal rendelkező, vagy akár milyen más nemzetközi díjjal rendelkező filmes szakember legyen belőlük. Nagyon kellenek egyébként ezek a filmek. A médiahatóság által támogatott filmekből jó pár nevezett ide hozzánk a szemlére, a 204 befogadott filmből, tehát nagyon sokan. Úgyhogy tudom, hogy sokat beszéltem most, de még tudnék beszélni, de hát, ha van benned kérdés, megadom a lehetőséget neked most. Az utolsó kérdésem, köszönöm. És ezzel sajnos kimerítettük a rendelkezésre szánt keretidőt, az lenne, hogy miért érdemes látogatni a konferenciát és a vetítéseket, és itt most arra gondolok, hogy folyamatosan emelkedő színvonal, nemzetközi filmfesztiválról van szó, tehát külhomból is érkeznek, szép számmal vagy érkeztek alkotások, tehát egy picit inspirálni esetleg azokat, akik még nem éreznek kellő késztetést, hogy miért is érdemes kiszállni otthon a karosszékből és ellátogatni akár a TIT-be, akár a moziban röviden. Az Örök telet már mondtam, ezt érdemes megnézni ezt a filmet, mert állítólag nagyon jól sikerült, és azért érdemes eljönni, mert ezek között a filmek között, amelyeket most fognak majd versenyeztetni nemzetközi eseményeken, itt lehet, hogy újabb Oscar-jelölt van. Nem lehet tudni, tehát érdemes eljönni. Meg hát azért egy kis kikapcsolódás a moziba beülni, reggel 9-től estig folyamatosan vetítünk a kamarateremben, ezért érdemes. A konferencián pedig tényleg nagy emberekkel találkozhatnak, tehát olyan rendezőkkel, vagy Köblin Norbert forgatókönyvíró beszél a forgatókönyv írás rejtelmeiről. Szóval nagyon jó előadások vannak, én ezt tapasztaltam most délután, úgyhogy mindenkit arra tudok biztatni, hogy ezen a három napon, május 24-én, 25-én, ami most még előttünk van, jöjjenek a Szavária moziba mozizni, és a TIT-be pedig előadást hallgatni, és pénteken 4 órakor pedig érdemes eljönnünk a díjkiosztó, vagy eljönniük a díjkiosztó gálára, mert azt gondolom, az is parádés lesz. Nagyon szépen köszönöm igazgató. Holnap találkozunk.
Köszönöm. És remélhetőleg a kedves nézőkkel is találkozunk majd a Vasititben és a moziban. Most pedig folytatjuk egy bejátszóval méghozzá. Tudományos barkácsolás, kipróbálható kísérletek, Lego robot bemutató. Többek között ilyen és ehhez hasonló szórakoztató és interaktív programokkal várta pénteken és szombaton a pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat és családjaikat az ELTE szombathelyi európai dokumentációs központjában. Erről láthatnak egy összefoglalót. Tűzcsóvával és hangrobbanással csábították a helyszínre az érdeklődőket. Az interaktív kiállítás bejárata előtt már az utcán kezdődtek az élmények. 2, 1! 100 fokos forrásban lévő víz és -200 fokos nitrogén kölcsönhatását mutatták a Győrből érkezett Mobilis interaktív kiállítás önkéntesei az érdeklődőknek. Elektromos áramot fogunk belevezetni a résztekercsekbe. Ilyenkor a résztekercsből elektromágnes lesz. De bent is számtalan érdekességgel ismerkedhettek meg a pályaválasztás előtt álló diákok. Megtudhatták például, miként működik ez az elektromos motor, mi tartja a levegőben és hogyan a kislabdát. Milyen anyag éghet a tenyerünkben anélkül, hogy fájna, a lebegő mágnesvasút szerelvényei pedig az elektromágnesek segítségével száguldanak. Egy tablettel irányíthatták a Legóból épített robotokat is. Miért tetszik ez a Lego robot építős? Gép informatika kell hozzá, szóval, és engem az nagyon érdekel. Elég sok mindent láttam, főleg fizikával kapcsolatos dolgokat. A legjobban ez a Legóból készült programozható jármű tetszett inkább. Egy városnak a jövője mindig attól függ, hogy milyen az oktatása. Szombathelynek fontos, hogy piacképes tudást tudjanak nyújtani az oktatási intézményei, mondta a megnyitón Puskás Tivadar polgármester. Néhány éve elindult a műszaki képzés, amely a megye gazdasága szempontjából meghatározó. Ez a kiállítás még inkább ráirányítja a figyelmet a műszaki és természettudományos oktatásra. A Mobilis családi interaktív játszóház a Vas megyei mérnöki kamara meghívására érkezett Szombathelyre. Az mindenek fölött való, hogy legyen mérnök utánpótlás. Most nyilván ahhoz valahogy közel kell kerülni ennek a fajta tudománynak, tehát a műszaki természettudománynak a gyerekeknek, de ez, az iskola nem mindig alkalmas terepe ennek talán. Mi egy más módszert szerettünk volna erre választani, olyat, ami biztos tetszik. A kétnapos, ingyenesen látogatható tudományos kiállításnak az ELTE Szavária Egyetemi Központ Európai Dokumentációs Központja adott helyet. Az a probléma, hogy az oktatásunkban olyan módszereket követünk, amelyek a mai fiataloknak az igényeihez, illetve az érdeklődéseihez nem igazodnak. Ez a mostani kezdeményezés, ez a seken végbe menő módszertani, oktatásmódszertani és pedagógus képzési koncepcióváltásunknak az egyik előszele is, amikor szeretnénk a tudományokat és azoknak a szeretetét már nagyon korán elhinteni a fiatalokba. Most itt igazándiból a természettudományokról és a műszaki tudományokról van szó. Azt, hogy a fiatalok egy olyan kötetlen környezetbe ismerkedhessek meg ezekkel a kicsit túl misztifikált dolgokkal, amikről aztán végén belátják, hogy ezek egyszerű, világos és nagyon szórakoztató dolgok. Ha ez az elkötelezettség megvan, utána a többi az már a mi dolgunk, hogy ezt formáljuk oktatással, neveléssel, és tényleg igazi, produktív embereket és a társadalom számára hasznos foglalkozásokat tudjunk nevelni. A programon bemutatkozott és állásbőrzét tartott az a szombathelyi nagyvállalat, amelynek támogatásával látogatott a Vasi megyeszékhelyre a műszaki pálya iránti érdeklődést felkeltő Mobilis interaktív kiállítás. Kedves nézőink, a következő percekben tehát az Ultra Balatonról, illetve annak egy tagjáról, Borbás Tiborról lesz szó leginkább, de itt van mellette a stúdióban Egyed László, Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője is, és Borbás Tibor pedig amúgy a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tűzoltó főtörzs örmestere.
Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Hát akkor gyorsan ráterelem a szót erre a bizonyos 221 kilométert felölelő Ultra Balatonra, ami nem kis teljesítmény, főleg a Szombathely egyéről van szó. Nagy gratulációnk ehhez az eredményhez. Beszéljünk róla, hogy mi is volt ez pontosan, hogy kell ezt elképzelni, egy szabályos kör a Balaton partján, a Balatont körül ölelve. Voltak ennek valami időkorlátja is, talán hogy nézett ez az egész ki? Igen, a Balaton aligáról indul a kör, és ugyanoda érünk vissza. Annyi, hogy igazából nem végig a Balaton parton futunk, mert a Balaton felvidéket is belevették a távba. Ez egy pár évvel ezelőtt 212 km volt, aztán 220. És igazából az idejében volt az, hogy a Spártatlóra, az Aténtó Spártáig futóversenyre lehet kvalifikálni. Az volt az ottani szervezőknek a kikötése, hogy 221 km legyen, és igazából így vették bele a szintidőket. És így lett most az idén 221 kilométeres a verseny. Tehát igazából déli parton ott végig a Balaton parton futottunk, illetve az északi parton ott a Balaton felvidék is belőtt, így lett igazából 221 kilométer, aminek 32 óra volt a szintideje. Tehát 32 órán belül kellett teljesíteni. Közben néztek részszintidőket, 40 km, 80 körül, 120-nál, 180-nál, tehát oda is oda kellett térni időbe. Aki nem ért oda időbe, hogy őt már nem engedték tovább a versenybe. Főtörzsőmester úr mennyi idő alatt teljesítette ezt? Én 24 óra, 26 perc alatt értem körbe a 221 kilométeren. Az, hogy ennyivel a 32 óra alatt vagyunk, ez egy veretes teljesítmény, egy átlagos, vagy egy átlag alatti? Hát igazából, hogyha megnézzük az előtte lévő éveknek, néztem azért az eredményeit, bár nem az eredményért futottam, ugye én az idő eredmény volt nekem a fontos. Én azt mondom, hogy ezzel azért az első 20 helyen bellettem volna szinte bármelyik éven ezzel a teljesítménnyel. Olyan 200 induló van minden évben, körülbelül egyén induló, most 214-en voltunk, és általában az olyan 40-50% szokott célba érni, az idejében is így volt, 78-an tudtuk befejezni a 214-ből. Most az, hogy az idejében ez a negyedik helyre volt elég, ez egy külön öröm, de igazából lehet, hogy én ezzel az eredménnyel jövőre a 15. lennék, az is lehet, hogy valamelyik évben meg tudnám nyerni, tehát itt igazából attól is függ, hogy a többi részevőnek hogy sikerül. Feltételezem, hogy rendelkezik valamiféle futó vagy futással kapcsolatos múlttal, mert ehhez azért kötődni kell ezer szállal, hova tovább, talán azt is mondhatom, hogy akkor a futásnak egy megrögzött szerelmeséről van szó. Hát most már nagyon megrögződ vagyok, de nagyon messzire nem nyúlik vissza. Én 2014. március 8-án, ezt pontosan tudom a napot, mert valamiért az első pillanattól kezdve vezetek futásnaplót, nem tudom miért, most már tudom, hogy jó, hogy vezetek, mert az első pillanattól kezdve látom, de akkor kezdtem el. Egyébként akkor 16 évvel foglalkoztam, én már karatéval, tehát előtte birkóztam, fociztam. Én 89. szeptember óta sportolok, ezt pont az utóbbi időben számogattam így ki, tehát sport az már gyerekkorom óta benn van az életemben, a maga a futás az igazából így 2014. március óta, és úgy folyamatosan növeltem a távokat, és egyre jobban azokat a versenyeket kezdtem élvezni, ahol minél hosszabb volt a táv, és igazából ezért maradtam meg ennél a fajta futásnál. Egy tűzoltónak azt gondolom, hogy a koncentráció mellett a fizikum az, ami nagyon-nagyon fontos, illetve az egyik eszköze, amikor úgymond munkába megy, amikor megy menteni az ember életet. Szóvivő úrhoz fordulok, hogy nyilván ez Tibort nagyban segíti abban, hogy meg tudja őrizni kiváló szálkás, szikár fizikumát, de hát erre a többi tűzoltónak is nagy szükség lehet. Nem pont egy ilyen ultrabalatonos 221 kilométeres távnak a teljesítésére, de hát alapvetően azért a tűzoltóknak nagy szerepet játszik munkavégzésük során a kiváló fizikum. Valóban. A sport az egy életeleme szerintem minden tűzoltónak, mind a bekerülésnél, tehát az, hogy valaki jó társas állományon bekerüljön, mint pedig a bennmaradáshoz szükséges egyfajta egészségügyi fizikai és pszichikai állóképesség és állapot is, és ennek nagyon jó példája Tibi is, és bár ő most itt nem hangsúlyozta ki a fizikai állóképességet, azon 221 kilométeren, emellett egy nagyon erős pszichikai akaratnak is kell párhuzamosan működnie, hogy ezt a 221 kilométert leküzdje, de ugyanez igaz a tűzoltói hivatásra is, hiszen a fizikum, a pszichika, az egészség az nálunk egy szerves kapcsolódási pont a hivatás végzése közben. Az önök szakmájának gyakorlása során gondolom időről időre akkor fel kell mutatni, hogy hogyan változnak az embereknek a paraméterei, a teljesítő képességei. Hol tudják ezt karbantartani, illetve van-e valami ehhez hasonló rendszer, amelyben meg kell felelnie a tűzoltóknak, teszem azt valamiféle fizikai felméréseken, úgymond ilyen
testnevelés órákon kell részt venni, hétről hétre, hónapról hónapra, nem tudom, van ilyen, hogy zajlik ez? Éves szinten fizikai felmérésen kell mindannyiunknak keresztül esni, életkori paraméterek alapján különböző korcsoportokban vagyunk mi beosztva, és ott kell végrehajtani azokat a feladatokat. De ugyanakkor a lehetőségek is megvannak erre a felkészülésre, hiszen rendelkezünk kondicionáló teremmel, be van építve magába a képzésbe is egyébként a hívjuk így a testnevelést, és a tűzoltó sport is, és emellett rengeteg olyan lehetőség áll a tűzoltók rendelkezésére, hogy országosan is megmérettesek és különböző sportrendezvényeken indulhassanak. Lehet az sportlövészet, terepfutás, úszás, futball, súlylökés, súlyemelés, hát nagyon sok sportágban, és ezek mind pontszerző bajnokságok tulajdonképpen a belügyminisztériumnak a szervezeti elemei között, és ebben minden évben maguk a szervezetek is egy versenyen vesznek részt. Tehát nem csak az egyén van úgymond érdemében elismerve, hanem maga a szervezet is, tehát akár a rendőrség, akár a tűzoltóság, vagy akár a büntetés végrehajtás, hiszen a belügyminisztérium szervei között ezek mind ott szerepelnek. Azt gondolom, hogy a tűzoltókra nehezedik a legnagyobb teher abból a szempontból, hogy amikor kimennek és szolgálatot teljesítenek, mentenek, akkor önöknek a legnehezebb a felszerelése. Tehát ha csak vesszük azt a nagyon nehéz kabátot, azt az anorákot, a védőfelszerelést, és még hozzá a levegőpalack, az oxigénpalack. Tehát ezek irdatlan súlyok, amiket cipelni kell, ha kell nap, mint nap. Tehát ehhez is kell a fizikum, nem csak ahhoz, hogy kint terepen, épp testben, épp lélek legyen a tűzoltó. Valóban, kiszeléti tűzoltók is, mint Tibor itt mellettem, ők ha fölveszik a bevetési felszerelésüket, tehát a védőről, a védőkabát, a légzőkészülék, vászol, bontóbalta és egyéb kiegészítő felszerelések, ezek áldom, hogy 20-25, akár a 30 kilót is megütik tömegben, tehát tulajdonképpen ennyi az a plusz többlet, amivel őnekik a feladatot végre kell hajtani. Igaz ez akár egy földszintes családi háznál, vagy akár egy 10 emeletes, vagy talán egy 14 emeletes épületnél, akár a lépcsősorokon való felmenetelni feljutásnál is. Tehát ezek mind azt kívánják, hogy egy jó terhelhető képességgel kell, hogy rendelkezzen a tűzoltó, és úgy gondolom a Tibi is egy jó példa rá, hogy nem biztos, hogy egy kigyúrt emberről kell, hogy beszéljünk, hanem lehet, hogy egy jó állóképességű szikár emberről kell beszélnünk, aki ezeket jól tudja venni, ezeket az akadályokat. Hát mindenből az is kiderül, hogy Tibornak a tüdőkapacitása sem akármi. Most így egy picit még menjünk vissza az előkészületekre, mert gondolom, hogy azért egy ilyen hatalmas távot megelőz mind fejben, mind testben egyfajta felkészülés. Hogy zajlik ez, ha ebbe bele lehet avatni minket és a kedves nézőket, illetve amikor megvan a térkép, hogy akkor milyen szakaszt kell befutni, azokat felboncolgatta-e magában, hogy most ezen a szakaszon kocogás, a másikon csak olyan gyors gyalográsszerű, a harmadikon kicsi sprint, és akkor visszakapcsunk, tehát ezek a sebességfokozatok, ezek be vannak-e lőve már a legelején, vagy ezek úgy adják magukat a futás során? Ezek hogy vannak? Hát a felkészülés az igazából utána számoltam, mikor a versenynek a előtti napon, tehát a 2014. március 8-a óta igazából 16.000 kilométert futottam, tehát nyilván akkor még nem azzal álltam neki, de hát tudom, tehát ennyi bent volt a lábamba. Most éreztem azt, hogy oda merek állni egyáltalán, hogy elinduljak, de egyébként tavaly november 21-én kezdtem a felkészülést erre az évre, 2500 kilométert futottam azóta, tehát körülbelül ilyen 400-500 kilométeres havi átlagokat futottam a télen, tehát november, december és a téli hónapokban. Az, hogy előre kiszámoltam, igen, igazából az elsődleges célom mindenképp az volt, hogy körbeérjek egyáltalán. Láttam azt, hogy nagyon kevesen érnek körbe, és azt is tudtam, hogy akik ott neveznek, ott mind olyan futók neveznek, akik azért már egy komoly múlttal rendelkeznek, akik oda mernek állni. És láttam azt, hogy még a feleség szokott beérni, gondoltam, hogy ez maga a teljesítés sem lehet egyszerű. Viszont mikor megláttam ezt a spartatlonnak a szintidejét, hogy 24 óra 48 perccel lehet bekerülni, úgyhogy nem sorsolják az embert, hanem nevezhetek arra a versenyre, akkor igazából úgy gondoltam, hogy miért ne próbáljam meg azt a 24 óra 48 percet, és akkor kinyomtattam egy térképet a Balatonról, és akkor az alapján számoltam ki a szakaszokat, hogy 100 kilométerhez mikor szeretnék odaérni, 130-hoz, 160-hoz, és azt próbáltam tartani. És érdekes, az első szakaszokat nem tudtam tartani, tehát ott egy picit túlbecsültem magam előre, úgymond. Lehet, hogy a nagy meleg miatt is, vagy a sok emelkedő az elején. Viszont az utolsó szakaszokat 160-tól mondjuk 221-ig, az még jobban sikerült teljesíteni, amit előre gondoltam volna. Tehát előre ki lehet számolgatni a szakaszokat, de ilyen hosszú versenyem azért annyira nem érdemes. Legyen egy kis kapaszkodó az embernek, hogy nagyjából tudja, hogy hol fog rám sötétedni,
mikor fogok ott lenni mondjuk hajnalban, ilyen szempontból én kiszámoltam, de hogy összességében sikerült, azt igazából még az utolsó 2-3 órában sem gondoltam volna, hogy meg lesz ez a szintidő, tehát azért nagyon-nagyon örültem neki, hogy sikerült. Beszélgetésünk végén jelképesen hát szakítsuk át a célszalagot, ez Tibornak ugye a személyre szabott célszalagja volt, ez is egészen egyedi, ezt minden igen, versenyző igen. Személyre szabottan, igen, aki beért, igen. Az ugye megvannak az egyéni nevezők, akkor mindenkinek ezt elkészítik névre szólóan, és igazából sajnos csak azt kapja meg, mondom sajnos, aki be tudja fejezni, tehát ez igazából sajnos volt olyan versenyző, aki 210 kilométernél szállt ki, tehát igazából 11 kilométerre volt nagyon-nagyon nehéz lehetnek, én úgy gondolom. Illetve ez, amit kap az ember, illetve egy befutóérmet, ez még amit megkap a célba érkező, és igazából ennyi. Most az első három helyzet, azt tudom, hogy nevezési jogot kapott a jövő évi versenyre, meg talán valami ajándéktárgyakat, de nem tudom különösebben, hogy tehát nem azért fut senki. Mindenki azért a célszalagért, azért a befutó éremért fut 24 vagy akár 32 órát is. Nem akarok belekötni a szavába, de én szerintem Tibor is ezzel sokkal többet nyert ezzel a versennyel, mint pusztán ezt a célszalagot és ezt a medáliont. Én ezt tiszta szívből gratulálok. Köszönöm a Média szépen. Központ nevében. Köszönöm szépen, hogy befáradtak, és további sok sikert kívánunk munkavégzésükhöz. Kedves nézőink, folytatjuk a már megkezdett sorozatunkat, amelyben a Szombathelyi Egyházmegye templomait mutattuk be. Most Vépre kalauzoljuk kedves minnyájukat. Talán kevesen tudják e szép hazában, hogy Szombathelytől alig néhány kilométerre található a világ közepe. Mert a vépiek csak így emlegetik településüket. És miért is ne lehetne így, ahol a szelet is uralmuk alá hajtják az emberek, ott bármi lehetséges. A település története egészen a kora vaskorig nyúlik vissza. Vép később az ősi Szavária elővárosa volt. A város legnevesebb urai az erdődiek voltak, kastélyuk a település nevezetessége. Isten dicsőítéséről sem feledkeztek meg a vépiek az évszázadok alatt. A ma is látható, Urunk színe változása tiszteletét őrző templomot 1788-ban az egyházmegye első püspöke Szili János szentelte fel. Mai formáját az 1848-as bővítés során a két oldalhajó megépítésével nyerte el. A templom belső tere igazi meglepetés. Növényi motívumokkal, geometrikus formákkal megkomponált gyönyörű falfestés, amelyek közrefogják például a szent evangélistákról, vagy az Úrnak kereszthordozása idején kendőt nyújtó Veronikáról készült freskók. A főoltár hatalmas festménye mellett Krisztus megkeresztelkedéséről és haláláról is látható itt alkotás. A templom egyik nevezetessége a Csesztokovai Mária kép másolata, amely 1762-ben készült. Kedves nézőink, a következő percekben Oszkóra kalauzolom minnyájukat, hiszen ahogyan azt a felvezetőben a műsor elején említettem, a soron következő hétvégén tartják a településen az Orbán napi vigasságokat. Ezzel kapcsolatban köszöntöm nagy tisztelettel a hegypásztorkör elnökét, Kovács István urat, valamint a hegypásztorkör önkéntes koordinátorát, Meskó Krisztiánt. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Mi is köszönjük, hogy itt lehetünk.
Hát akkor beszéljünk először arról, hogy hogyan kötődik ez az Orbán nap, vagy maga a Szent Oszkóhoz, miért pont ezt a napot jelölték ki, illetve ezt a szentet és a hozzá kapcsolódó vigasságokat, hogyan volt ennek az ötletnek a megfogantatása, úgymond. Hiszen ha jól tudom, akkor nem első alkalommal, hanem már 13. alkalommal rendezik meg ezt a nagyszabású eseményt Oszkón. Így van, ez a 13. Orbán napi hegyi vigadalom. Hát alapvetően a kötődés is az Egyesület alap küldetéséhez kapcsolódik, hiszen 85-ben azért alakult a hegypásztorkör, hogy az oszkói szőlőhegynek az értékeit, présházait, kultúráját, a szőlőtermesztés hagyományait, azokat a közösségeket megmentse, átmentse, amik jelen vannak. És hát az elmúlt 33 évben is ennek a jegyében végezzük a tevékenységünket, és Orbán is, Szent Orbán is, mint a szőlőhegyek, a bornak a védőszentje kapcsolódik a történethez, és hagyományosan több szőlőhegyen is általános, hogy Orbán napkor vigadalmakat ülnek. Mi 2005-ben tartottuk meg először ezt a napot, és hagyományosan a nap a névnap utáni első vasárnapra esik az Orbán napi hegyi vigadalom. Mi mindennel várják az eseményre kilátogatókat? Egyáltalán itt a megyében, vagy itt a Dunántúlon, esetleg országos szinten mennyire népszerű ez a program, ami hát ugye nem Oszkó szívében, hanem egy kicsit kívüleső területen, de ugyanakkor festői tájon bonyolódik majd le, de hát a részletekről akkor megkérném vendégeinket, hogy tájékoztassák nagyon a kedves szívesen. Nézőket. Igen, egyébként tényleg pont erről beszélgettem délelőtt egy kollégával, hogy már ha valaki egyáltalán följön oda a szőlőhegyre, akkor megfogja az aura, az a millió. Tehát már ezért megéri feljönni a szőlőhegyre. Tehát egy kicsit túl kell jönni Oszkón, és utána föl lehet menni balra a szőlőhegyre. Na most lesznek olyan programjaink, amik folyamatosan mennek reggeltől egészen délutánig, vagy kora estig. Borudvar, kézműves kirakodóvásár, nagyon sok versenyünk van, most lehet ezt így mondani, tehát bor, borkorcsolya és főzőverseny, ami lehet, hogy más településeken és más rendezvényeken is van, de mint ahogy visszatérek az elmondottakra, ilyen környezetben biztos vagyok benne, hogy párját ritkítja. Illetve a 9:30-kor kezdő hegypásztor körfutó versennyel kellett volna kezdenünk, ami akadályokkal is tarkítva van. Ez egy újdonság, ezt most találtuk ki ebben az évben először. Remélhetőleg ennek lesznek majd következményei is, mert olyan tekintetben, hogy többször is meg tudjuk rendezni. Azt hiszem, hogy a 22-25 nevezőnél tartunk már, ami nagyon jó. Tehát nem egy hagyományos futóversenyt kell elképzelni, ez két kategóriában 8, illetve 16 kilométeren kerül lebonyolításra, de emellett mégiscsak gyermeknap is lesz vasárnap, tehát foglalkozunk velük is. Tehát rengeteg kézműves foglalkozás, fakörhinta, origami hajtogatás, lovas bemutató, nagyon-nagyon sok dolog, újfaj játékaink vannak, amiket ki lehet próbálni. Illetve akkor 11:45 magasságában a tábori mise, hagyományosan, és körülbelül 13:45 az az időpont, amikortól kezdődően folyamatosan este 7 óráig programokkal várjuk a vendégeket. Itt lesz karate bemutató, lovas bemutató, ahogy említettem, színjátszók is jönnek, daloskör, aztán a Pletykás asszonyok című mesét is meghallgathatjuk, Jelesül István kislánya fogja előadni. Egyébként is jellemző, hogy a családok azok beleteszik a magukét mindenképpen a rendezvényben. Kiemelt rendezvény, vagy pontosabban megjelentek a 30 esztendő szökős néptánc együttes, a Bariska néptánc csoporttal együtt, a utánpótlással együtt, 17:30 Bábszínház, 17:30 lesz az Eremi hirdetés, és aki még mindig bírja, 17:00 táncházban is részt vett, a Gyéres műhely fogja húzni a talpalávalót. Mekkora népszerűségnek örvend ez az esemény, hogyan pozícionálnák, mert itt Vas megyében azért számos fesztivál, meg program kerül megrendezésre már télen, ugye, ha csak Szarvaskendre gondolunk, és aztán hajlunk a tavaszba, a tavaszból a nyárba, rengeteg program. Oszkó miben más a megszokottaktól, az eddig megszokottaktól? Mert van létjogosultsága, hiszen ha valami 13. alkalommal megrendeznek, akkor annak van létjogosultsága, mert arra van kereslet, hogy durván fogalmazzak ilyen piaci szlenggel. Így van. Tehát amit Krisztián is említett, hogy önmagában a hegynek az aurája, az a környezet, az mindenképpen különlegessé teszi. Tehát ez a fesztivál, ez
Igaz, hogy néha több ezren, 2-3 ezren is ott vannak, szinte minden alkalommal 2-3 ezer ember volt kint, de még sincs tömegérzete az embernek, hanem egy jó hangulatú, inkább közösségi esemény még mindig. Jellemzője az, hogy mindig találkozunk ismerőssel, ha Szombathelyről megyünk ki, ismeretlenül, párhuzamosan, akkor is nagyon sok olyannal találkozunk, akikről nem gondoltuk, hogy ott van. És van idő beszélgetni, van idő a tájat megkóstolni idézőjelbe, és barátkozni a szőlőhegyekkel, a szőlőhegyi kultúrával, és kicsit a futóversenyre visszatérve, ez az első olyan alkalom, amikor kicsit kilépünk a szűkebb helyszínről, hiszen a Jeli Arborétumig be lehet futni ezt a terepet, és tervezzük későbbi években, hogy más szőlőhegyekre is hívunk, invitálunk látogatókat, hiszen azért az elmúlt években az Oszkói szőlőhegy mellett több szomszédos szőlőhegyen is már látnivalók vannak, események vannak, olyan közösségi létesítmények, amik már programokkal is egyre inkább gazdagodnak. Mi ennek az egész programnak a legfőbb mozgatórugója, célja? A szőlészetnek, a borászatnak a népszerűsítése, vagy a szőlővidékeknek a megóvása, esetleg gondolva arra, hogy át kellene örökíteni ezt a néphagyományt, vagy népszokást, már lassan azzá fajul idézőjelbe téve, mert a régi nagy dinasztiák kihalnak, és kevés az az utánpótlás, ami a helyükbe léphet. Mi a legfőbb célja ennek, vagy ez így mind egybe? Hát azt hiszem, hogy ez az esemény egy napba sűríti azt, ami az Egyesületnek is a fő célja, hogy a szőlőhegyekhez, a tájhoz, a hegyháthoz való kötődést, a szőlőhegyi tájnak az értékeinek a bemutatását mind-mind felölelje, és barátságba hozni az embereket ezzel, az értékekkel, kultúrával, kedvet csinálni ahhoz, hogy akár látogatóként, akár hobbi szőlészként is részt venni folyamatokban, hiszen ezek a szőlőhegyek kínálják azt a lehetőséget, hogy bárki, aki tett erőt érez magához, ő is szőlős gazda legyen, és ebben is próbáljuk tudjuk segíteni a partnereinket. Több más barátunkhoz fogalmazhatok így talán a kőszegiekhez, illetve most leginkább rájuk gondolok. Tehát tőlük is meg szoktuk kérdezni azt, hogy igen, ez így mind szép és jó, ám hogy lehet rávenni őket arra, hogy foglalkozzanak ezzel? Esetleg azok is, akik még az életbe nem fogtak kapát, nem voltak hegyoldalban, nem voltak szőlődombon, és nem foglalkoztak ilyesfajta munkával, tehát mert van jó pár olyan elhagyatott hegyoldal, amivel újra foglalkozni kéne, újra fel kéne karolni. Most hogyan lehet úgy megszólítani a fiatalokat, akik mondjuk nem ebben látják az életüknek a célját, de mégis megkedveltetni velük, kiváló alkalom ez az egész rendezvény, meg maga a hegyoldal, de hogyan lehet magát a munkát megkedveltetni velük, hogy fogjanak hozzá, mert érdemes. Érdemes hozzáfogni? Érdemes belevágni egy ilyen nagyszabású projektbe? Hát mindenképpen, főleg azért, mert azt is el lehet mondani ez a rendezvény kapcsán, hogy ez egy közösségépítő alkalom. Tehát ahol olyan emberek találkoznak, akik valami hasonló nevezőn vannak, tehát szeretnek ezzel foglalkozni, vagy épp a szőlővel, vagy természetesen a borkultúrával, vagy egyszerűen jól érzik magukat ebben a természeti környezetben, hiszen itt azért rengeteg lehetőség van, túrázási lehetőségek is állnak előttünk, és azt gondolom, hogy mert jó példa volt erre, ugye a tavaly éppen Oszkóban megrendezett Gyűjtment Fesztivál, ami éppen azt, aminek folyományai most is vannak. Tehát kézzel fogható eredményei is, illetve most is működik a közösségi házban egy ilyen kis csoportosulás klubba, ahova azért jönnek össze az emberek, mert mondjuk az állattartásban, vagy a szőlészetben, borászatban kicserélik az eszméiket. Fontos nekik az, hogy elmondják egymásnak a terveiket, és vannak nekünk is hasonló terveink, erről még talán korai lenne beszélni, de én azt gondolom, hogy ez a vidéki élet, ez nem feltétlenül arról szól, hogy most divatos lett, hanem meg kell mutatni, és erre jó alkalom az Orbán nap is, hogy mitől tud ez a vidéki élet igazán vonzó lenni. És még talán annyi, hogy hogyan lehet ezt megszeretetni, te ugye a kérdésben is volt, hogy magát a munkát, hogy nyilván önmagában egy napos vigadalom ehhez kevés. Emellett olyan programjaink vannak, amik közül talán leginkább azokat a táborokat emelném ki, amik 87-ben már elindultak, és szőlőhegyi táborok voltak régi zsuppos pincéknek
felújítás, ez a munka, közösség, szórakozás hármasára építve, és idén is elindul egy olyan több éves folyamat, hogy a Döbörhegyen, az egy szomszédos hegy, egy régi zsupospincét szeretnénk úgy megmenteni, hogy lebontani, áttelepíteni és táborok keretébe felépíteni. De mellett nyilván ez az egyik része az épületekhez kapcsolódik, itt nagyon erősen működik az, hogy aki ott van, az megszereti és benne marad, főleg fiatalokat nézve, az elmúlt 4 évben 100-120 fiatal fordult meg ilyen táborokban, főleg építészmérnök, hallgatók, fiatalok. A másik meg a szőlészet, borászat, amihez kell valamiféle elhivatottság, de az, hogyha közösség nyújt ehhez hátteret, szakmai hátteret, akkor könnyebb. Tehát ebbe szeretnénk támpontokat adni. Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtak, mindezt megosztották velünk, és akkor kiváló fesztiválozást, vigasságokat kívánok a hétvégére is. Nagyon jó időt, és sok-sok látogatót. Köszönjük. Köszönjük szépen. Szeretettel várunk mindenkit. Kedves nézőink, ennyi fért mai műsorunkban. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, töltsék kellemesen az est hátra levő részét. Viszontlátásra! Műsorvezetőnket öltöztette a Still Fashion Kft.